Kakaó és csokoládé áruk. Ebbe a csoportba a kakaóporok és különféle csokoládék tartoznak, amelyek közös jellemzője, hogy alapanyaguk a trópusi kakaófa. Termésének ugye a magja, maga a kakaóba, amit itt láthatunk a képen. Jelenleg a világ kakaó termésének kétharmadát Afrika adja. A kakóbab összetétel és táplálkozástani jelentősége. A kakaófa termése, amit jelenleg itt láthatunk a képen, tehát a kakaófa termésében 40-60 darab mag, tehát kakóbab fejlődik. A kakóbab körülbelül fele a zsiradék, a kakóvaj, de tartalmaz még fehérjét, ugye 17%-at, illetve szénhidrátot, illetve keményítő 12%-ot. Érdemes megemlíteni a kakóba két fontos hatóanyagát, a teobromint és az ergoszterint. A teobromin olyan alkaloid, amely a koffeinhez hasonlóan élinkít, de a szívműködésre és a központi idegrendszerre gyakorolt hatása gyengébb, ezért a kakóból készült termékeket gyermekek is fadászhatják. A kakóbab íz, szín és zamatanyagai a termőterületen végzett fermentálás során alakulnak ki. Végleges ízét, zamatát az édesipari feldolgozás után a pörkölés kornyeri áll. A kakaóbab őrlése után kapjuk a kakaótésztát, amely valamennyi kakaó és csokoládékészítmény alapanyaga. A kakaópor a kakaóport kakaótésztából állítják elő a zsírtartalom csökkentésével és őrlésével. Lényegében a zsíradék részben megfosztott pörkölt kakaóbab őrlemény. Az eljárás során a jobb minőség elérés érdekében a feltárást, a temperálást is alkalmaznak. Gyártásakor az oltatóságát szódával javítják és vanília ízesítőanyagot is adhatnak hozzá. A kakaópor minőségét befolyásolja a kakaóbab származási helye. Legjobb a venezuelai kakaóbab. A zsiradék tartalma alapján soroljuk különböző minőségi osztályokba a kakaóport. A jó kakaópor jellegzetes illatú, kakaóvörös színű, jól oldódó, Minél kisebbek a szemcséi, annál jobb az oltatósága. Illetve zamatos ízű termék. Értékcsökkentő hibák. Savanyú, avas íz, illat, szürkült, fakószín, főzés során nagyfüggő üledékképződés, nem hozható forgalomba, a mójjár fertőzött áru. Kakaóporok választéka. Hagyományos kakaóporok, Instant kakaóporok. Hagyományos kakaóporok. Ugye elkészítésükhöz a tejet fel, fel kell, és benne a kakaóport, és a cukrot el kell keverni. Tehát elkészítésükhöz a tejet fel kell ugye forralni, és benne a kakaóport, kakaóport, és a cukrot el kell keverni. Tehát nincs előre megcukrozva a hagyományos kakaópor. Hazai kakaóporok, ugye a csemege, arany, szerencsi, import kakaóporok, ugye a holland kakaópor, illetve vannak instant kakaóporok. A kakaót a kereskedelemben cukrozott, gyorsan oldódó formában is megtaláljuk. Ezeket az instant készítményeket a kakaóporokból elkészített kakaóitalból nyerik. A víztartalom eltávolításával, tehát porlasztva szárítással. Elkészítésük egyszerűbb, mert meleg és hideg tejben is maradéktalanul oldódnak. Cukortartalmuk 70 és 84 százalék között van. Hazai instant kakóporok, bedeko, licensz, például Nesvik, megveszik a gyártási lehetőséget, illetve import instant kakóporok, például Milka és Benddorp. Kakaópor. A kakaóport csomagolása és tárolása A kakaóport fénytől, levegőtől, melegtől, állati kártevőtől, tehát mójtól védeni kell. Ezért átlátszatlan jó, aromazáró és zsírt átneve engedő papír vagy papírműanyag csomagoló eszközben hozzák forgalomba. A tárolás ugye száraz, hűvös raktárban, a csomagolás épségének megőrzése közben történik. A melegben a kakaóvaj átkristályosodik és szürkül. A natur kakóporok 6 és 12 hónapig az instant készítmények műanyag tárolóeszközben 18 hónapig megőrzik a minőségüket. Csokoládé A csokoládé áruk kakaó cukorból és jelleget adó járulékos anyagból előállított termékek. A felhasznált ízesítőanyagaik alapján lehetnek ét, tej, mokka, magyorós, mandulás, csokoládék. Vannak étcsokoládék, fehér csokoládék és diabetikus csokoládék. Étcsokoládék kakaómasszát, kakaóvajat és kakaóport tartalmaz, a legértékesebb csokoládéfajta. Alacsony cukortartalma miatt keserű ízű. Fehér csokoládé. Kakaóvajból, cukorból és tejporból készül. Tehát a fehér csoki, amit itt láthatunk a képen, még egyszer elismétlem, tehát kakóvajból, cukorból és tejporból készül. Vannak diabetikus csokoládék, tehát mesterséges vagy fruktóz élesítéssel készülnek. Alakjuk szerint lehetnek táblás, apró és üreges csokoládék. Csokoládés áruk. A és áruk különböző alakú formákba kiöntött töltött darabonként csomagolt, felületükön csokoládéval bevont cukrásztermékek, gyümölcsök vagy egyéb anyagok. Elnevezésük tömegük szerint történik. Deszertek, csemegék, bonbonok, pralinék és konyakos megy. A desszertek 10 és 30 g tömegű termékek, a csemegék 10 és 30 g tömegű édességek, a bonbonok 10 és 20 g tömegű készítmények, a pralinék folyékony vagy krémes töltelékű falatni nagyságú édesipari terméke. Anya a konyakos megy, tehát csokoládéval bevont, alkoholban érlelt megyet tartalmaz. Nugátok! A nugátok hengerléssel egy nemesített vízben eloszlatott zsiradékból, valamint cukorból és olajos magból álló édességek. A termékek fajtái Valódi nugátok, nugátszerű termékek, marcipán, percipán és grillás. Beszéljünk akkor a valódi és a nemes nugátokról. A legdrágább édesipari áruk közé tartoznak, kakaóporral készülnek, borna, színűek, anélkül a fehér nugátok, az olajos mag, magyaró vagy mandula is lehet. Tehát a tölt, ezzel lehet még esetleg feldobni. Tehát, a, vagy a tölteléke, olajos mag, vagy magyaró vagy mandula. Ugye vannak barna és fehér színű nugátok. Illetve beszéljünk most a nugátszerű termékekről, tehát kakó, vaj, zsiradékből, ízesítő és zamatosító anyagokból a csokoládéhoz hasonló technológiával készülnek. A legolcsóbb édesapirő áruk csoportját alkotják. Van még a marcipán, hámozott és őrült mandula és cukor egy készül. Percipán, hámozott és őrölt baracmag és cukor egy készül. Tehát a marcipán az a mandula, tehát hámozott és őrölt mandula és cukor, a percipán hámozott és őrölt baracmag és cukor, tehát annyi, hogy a marcipán mandula, a percipán meg baracmag és cukor. Van még a grillás, tehát karamellizált cukor és olajos magvat tartalmaz. Édésipari lisztesáruk, édésipari tartós sütemények. Az édesi pörőlisztes a 30 napnál hosszabb ideig eltartható, különböző összetételű lazított tésztából sütött, csekély víz tartalmú, töltött vagy töltetlen termékek. A tészta összetétele, valamint a feldolgozás módja alapján az édesipari tartós sütemények csoportja. Kekszek, krékerek, ostyák, teasütemények, mézes sütemények és a babapiskóta. Az itt a képen pont nem látszik. Na akkor beszéljünk akkor a kekszekről. Tehát lízből, vízből vagy tejből, zsiradékból, tésztalazítóval, aromaanyagokkal, édesítőszerrel vagy sóvá készített termékek. A zsiradék tartalma szerint lehetnek konzum, ropogós vagy omlós kekszek. Vannak krékerek, tehát sós ízűek, sós ízűek, lemezes szerkezetűek, tartalmazhatnak különféle fűszereket is. Vannak az ostyák, Lizből, cukorral vagy sóval ízesített sütőpor, zsiradék vagy más járulékos anyag hozzáadásával, tejjel vagy vízzel kevert, ostya formában töltött termékek. Vannak még a teősütemények, tehát hosszabb ideig eltartható, apró mértékű cukrás sütemények, amelyek készülhetnek édes, sós, felvert, omlós változatban. Mézes sütemények, búza és rozlizből, Lazítóanyagokkal, mézzel, különböző fűszerekkel ízesített termékek. A mézes jellegű termékekben a méz egy részét cukorral helyettesítik. Babapiskóta, lisztett, tojás, cukrot tartalmazó, lazított tésztából készített. Jellegzetes formájú termék. Édesipari lisztesárok bolti kezelése, raktározás. Tiszta szároz jól szellőző helyiségekben más, intenzív szagot árasztó élelmi anyagoktól elkülönítve kell tárolni. Csomagolás Frissen tartó fémgőzölt BOPP fóliában a mechanikai károsító hatásoktól megbízhatóan védő kartondobozokban érkeznek a termékek a boltba. A tároló dobozokban gyakran ömlesztett kiszerelésben BOPP zacskóba zárják, vagy alumínium tartalmú társított fóliákba csomagolják a termékeket. Hőmérséklet, ugye az ideális hőmérséklet 16 és 20 fok, ugye a kekszeknek, a krékereknek, az ostyáknak, a teljesüteményeknek, a mézesüteményeknek és a babapiskoltáknak. Na most térjünk rá a cukrászati árukra, azt, amit mi is látunk most a képen. Tehát cukrászati áruk. A cukrászati termékek olyan édességek, amelyek élvezeti értéke általában közvetlenül az elkészítés után a legmagasabb. Fogyaszthatósági idejük a mindössze néhány órától legfeljebb három hétig terjed. Rétesek a magyaros konyha jellegzetes süteményei, töltelékül lehet mág, dió, túlrógy és gyümölcs. Felvertészták a piskóták, amelyeket árusíthatnak tortala formájában de torta, ként, illetve torta szeletként is. Desszertek. A megtöltött tésztalapokat darabolják, majd az alsó lapjuk kivételével fonatban, csokoládébe vagy nugátkrémbe mártják. Minyonok. Tömegük 30-35 g-ot nem haladja meg, a desszerteknél is változatosabb formákban és ízekben kerülnek. Forgalomba. Csemegék. Tömege 45-70 g. Általában csokoládéba mártott, nemes dúsító anyagokat, tehát csokoládék, mandula, grillázs, tartalmazó édességek. Marcipán sütemények. Az elkészített süteményeket vagy korpuszokat marcipánnal vonják be. Krémesek, tejszínes sütemények. A legrövidebb ideig eltartató készítmények. Tehát a krémesek és a tejszínes sütemények nagyon rövid ideig tarthatók el, ezt érdemes megjegyezni. Égetett tészták. Jellegzetes terméke a képviselőfánk. Cukrászati áruk bolti kezelése. Raktározás. Különösen jól, jó táplatalajt jelentenek a mikroorganizmusok számára a cukrászati áruk. Tehát kiemelten ügyelni kell a hűtésre, és a higiéniai, higiéniai szabályok, tehát a HACCP betartására. Tiszta, jól szellőző helyiségben, más árutól elkülönítve, fokozott gondossággal kell tárolni. Élvezeti értékük hűtött állapotban érvényesül. Ezért figyelmet igényel a folyamatos hűtőlánc biztosítása. Csomagolás Egyedi elválasztásuk, csomagolásuk, celofán papírral történik. Szállításkor kartondobozos gyűjtőcsomagolást alkalmaznak. Hőmérséklet, ugye ezeknél a cukrászati áruknál 2 és 8 Celsius fok között van. Tehát ezeket a süteket, amit itt látunk például a képen, ez két és 8 Celsius fokos hőmérsékletű környezetben kell tárolni. És nagyjából szerintem ezzel a témarésszel végeztünk is, úgyhogy a következő témarész majd a gyümölcsök és a zöldségekről lesz szó, de addig is, addig is viszont jó tanulást kívánok!